A Dombóvári Művelődési Ház emeletét mézes kalács illat tölti be hétfőnként, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozásából megvalósuló szakkörre összegyűlnek az asszonyok, hogy a változatos alakra szaggatható sütemény elkészítésének és díszítésének fortéjait elsajátítsák. Maga az alkotás a mai világban egy fantasztikus kikapcsoló dolog, és az apraja nagyjától elkezdve az, hogy feledésbe merült, soha. Tehát ez mindig itt volt, pont ezért, mert annyira sokrétű. Tehát maga az, hogy miket alkotunk, és nem csak kimondottan karácsonykor, hanem a nagyobb ünnepekre is, a húsvéttől elkezdve, akár egy szülinap, névnap, vagy akár csak elfogyasztani is, mert finom. Tervünk, hogy majd meghívjuk a hozzánk közelállókat egy-egy eszmecserére. És ugye ez volt a feltétel, hogy minimum öt emberrel induljunk. Nekik adott egy csomag, amit teljes mértékig ők állnak, a kötténytől a deszkáig, az alapanyagokig minden benne van. Ez egy nagy lehetőség, és a cél maga a közösségteremtés. Ugye a különböző helyzetek eltávolították az embereket egymástól, és így most próbáljuk a közösséget összehozni, mert ettől szép, hogy együtt dolgozunk. Van egy 20 részes kis film a szakkör oldalon, ahol már képzőművészek és régóta dolgozó emberek kisfilmet csináltak erről, hogy mi az az elvárás, egy tematika, de hát azért mellé-mellé lépünk, mert ugye karácsonykor már bejött a piros szívecske, tehát előreléptünk a piros mázas dolgokkal, tehát nincs megkötve a kezünk, de lesz egy kiállításunk májusban, ahol viszont azért nagyjából meg kell lenni annak, amit ők előírt nagyjából. Tehát itt nem lehet megkötve lenni, mert mindenki szárnyal és alkot. 20 alkalmas tanfolyamról beszélünk. Meghatároztuk mi, hogy nekünk a hétfő 2-től 5-ig egy olyan intervallum, ami mindenkinek megfelel. Össze is jövünk, ha nincs esetleg valaki beteg. Az elején fontos volt, hogy együtt gyúrjuk a tésztát. Az állagát, a sütését, hogy milyen minőségű, milyen lesz. Tehát én elmondtam a tapasztalataimat, és hát otthon dolgoznak azért a hölgyek javarészt. De most már volt egy ilyen, hogy hát spóroljuk meg az időt azzal, hogy valaki elvállalta, hogy mindig hozza készen a tésztát, itt el van osztva gramra pontosan, és így dolgozunk, tehát már egyből a munka megy, hogy legyen egy kis termékünk mindig, egy produktum, mert ugye fényképeket készítünk, amivel ugye mutatjuk, hogy mi készül, és ott mindig van a végén egy produktum, hogy mi is az, amivel dolgoztunk. A lisztből, mézből, tojásból és fűszerekből álló édesség díszítéséhez nem árt a kézügyesség és a sok gyakorlás. A mézes kalácsot többféleképpen díszítheti a készítője. A közelgő Valentin napra is egy igazán szívhez szóló ajándék lehet. Szerintem végtelen a történet. Ugye van az alap mázas, cukormázas, habos díszítés, ott is millióféle kis motívum, hogy ki milyen hangulatba, ki milyen időszakra készül, mert tényleg végtelen a történet, és akkor most pedig magokkal díszítünk, ami egy finom is, különleges is, és tényleg az ember úgy tud szárnyalni az alkotás közben, hogy csak mutogatjuk egymásnak, hogy na most aztán én megint hoztam egy ötletet, hogy legyen egy kis érzelem is belevéve a világba, tehát nem feltétlenül az, hogy most nagy ajándékokat, de akár egy mézes karács szív, és egyébként ez a régi időszakban is maga a szívecske, a tükrös szívek, mert az is készül, nem azzal a nagyon színes motívumokkal, azért utána néztünk, az íze sem volt jó, de aki kapta, ott mindenképpen egy jelzés volt, hogy ott szerelem van, és egy párkapcsolat alakul, hogyha elfogadta a hölgy ezt a tükrös mézes karács szívecskét, és azért ezt vissza szeretnénk picit változatosabban, de visszahozni. Az internet számtalan receptet tartogat a sütni vágyóknak, de a családi, baráti társaságok is gyakorta cserélgetik egymás között a jól bevált recepteket. Van, aki szerint akkor az igazi, ha ropog, de akad, aki a puha, omlós mézes kalácsot majszolja szívesen. Vannak alap kis fortélyok, kinek milyen a sütője, mert épp az elep, hogy megosztjuk mindig a dolgokat, és mindig van, akinek még megsült az alja, túlsült, fölül nem sült, meg hogy elég keveréses sütő, az egy kicsit kívánja azt, hogy ki kell tapasztalni, és akkor itt próbáljuk egymásnak a tapasztalatait elmesélni, elmondani. Nagyon sokan jönnének szívesen, de hát ugye nem, egyszerűen a hely sem alkalmas arra, hogy ötnél több emberem, ugye hát konyhába sürgünk, forgunk, itt is hát lehet oda, itt megy a
sütés, a szaggatás, a másik asztalnál esetleg a rajzolás, akkor már itt is azért el kell húzni az asztalokat, hogy fölkészüljünk a munkára, hogy mindenki kényelmesen és szépen tudjon dolgozni. Az asszonyok a szakkörön kívül is heti szinten begyúrják otthon a mézes kalács tésztát, hogy aztán kedvükre formálják és díszítsék, akár a család legkisebbjeinek segítségével. Én nagyon szeretek közösségbe lenni, és mindig érdekeltek az ilyen kézműves dolgok. Elég sok ágazatát próbáltam már ki. A mézes kalács az mindig ilyen amatőr szinten ment, és most nagyon örülök, hogy új dolgokat tanulhattam, új technikákat, és hát csodaszép dolgok készültek. Találtam egy új közösséget magamnak, akik úgy érzem, hogy barátok is lettek, nem csak ilyen hétfői közösség. És hát igazából az örömöt adta, hogy az alkotásnak az örömét, hogy látom, hogy képes vagyok ilyen dolgokat megcsinálni, megcsodálkozhatok mindig a többiek által készített dolgoknak. Meg az ember állandóan bóklászik a neten, keres új dolgokat. Meg az ajándékozás örömét is. Tehát most itt voltak az ünnepek, a karácsony, és olyan jó érzés volt ajándékozni mindenkinek belőle. A Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott kezdeményezés célja a közösségépítés. A dombovári mézes kalács szakkör tagjai igazi társasággá kovácsolódtak az elmúlt időszakban. A mindennapok folyamán is számos olyan programot csinálnak együtt, ami nem a sütésről szól.